Tidekutékkal volt magyar bajnok, a magyar futball legdicsőségesebb korszakában válogatott és olimpiai bronzérmes, nyert közép-európai kupát és döntőt játszott az MTK-val a KEK-ben. Edzőként sem vitte kevesebbre, dolgozott szövetségi kapitányként is, és mindmáig utolsó magyar csapatként a Videotont 1985-ben bevitte egy európai kupasorozat, az UEFA kupa döntőjébe. A 83 éves Kovács Ferenccel, a felcsúti Pancsó arénában Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője beszélgetett. Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a Célfotó műsorában Kovács Ferencet, az egykori Kovács 3-at az MTK-ból, akit a legfiatalabbak úgy ismernek, mint a Videoton, az egyik magyar élcsapat tiszteletbeli elnökét. Feri bácsi is lehozott itt a műsorban, és beszélgettünk mi már sokat, bevallom, ezért hadd kezdjem rögtön azzal a bizonyos mezitlábas bajnoksággal, amelyik bizonyos szempontból talán a kezdetet jelentette a háború után. Hát, hogy kezdjem én avval, hogy megköszönöm a meghívást, megtiszteltetés, hogy egy 84 éves embernek a véleményére a mai nap kíváncsi valaki. Visszatérve a kérdésedre, a gyerekkorban volt ez, amikor a nagy játék lehetőség a labdarúgáson kívül nem igen volt. És iskolai időt leszámítva az egész napunkat, amikor még a holdvilág mellett is kispályás labdarúgást játszottunk a Grundon. Aztán később, amikor 1947-ben viszonylag rendeződött a helyzet és kezdett a sport is megindulni, akkor mi magunk alakítottunk egy mezítlábas csapatot. Kossuth Előre volt a neve. 70 esztendővel ezelőtt. Hát igen, és kérlek szépen, beneveztünk a bajnokságba, a döntőt a Neményi papírjára. Mert hogy létezett ilyen, akkor annyira nagy probléma lett volna futballcipőt szerezni a többségnek, hogy inkább senki se játszott cipőben, és ez volt a szabály a bajnokságban. Így van pontosan. Bár, mint első helyezett, később megnyertük ezt a mezítlábas bajnokságot, és egy teljes felszerelést kaptunk, ez volt a fődíj. Labdát, futballcipőt, mezet, nadrágot. És ugye akkor már kijöttek a klubtól a döntőkre, és nem csak engem vittek el, elvittek vagy nyolcunkat ebből a izéből. Voltak közülük, akik NB1-es játékosok voltak, volt, aki válogatott röplabdás lett, szana szét szélettünk, de tulajdonképpen indult ez. És aztán... ők mind környékbeli fiúk voltak? Mindegytől egyik. Te akkor kerültél be az MTK-ba, az MTK családba, ami egy fantasztikus közeg volt, világklasszis játékosokkal, nagy elődökkel, nagyszerű edzőkkel. Én most Bukovi Márton személyre kérdeznék rá, akiről talán méltatlanul keveset beszélünk, de aki talán a legnagyobb magyar edzők egyike volt, hanem a legnagyobb magyar futballedző. Legalábbis az én szememben első számú edző volt. Hosszú időt töltöttem, minden egyes kölyök mérkőzésen általában délelőtt játszottuk. Most lehet, hogy azért, mert a Bukovi Gabi a fia velem játszott a kölyök egybe egy csapatba, de minden egyes esetben ott volt a Bukovi és végignézte a mérkőzést, de ha tehette a második csapatot is, ahol nem tudom, egy Kotász öcsi játszott, egy Gondos Tibi, akik később válogatott játékosok lettek, nagyon jó második csapatunk volt, megnyerte torony magasan a bajnokságot. És hogy az MTK-ra visszatérjek, el kell, hogy mondjam neked, hogy ugye nekem 6 éves koromban meghalt anyukám. Gyakorlatilag a háború volt, ugye az utca kölyke voltam. És mint a többi futballisták, akkori futballisták fölkaroltak, rengeteget futballoztunk, napi 5-6 órát a kiserdőben, ott volt terület, és ha ezek a nagyobb fiúk engem nem karolnak föl, talán lehet, hogy ebben a helyzetben talán éhen is halunk, bár ez csúnya furcsa kifejezés, de ez az igazság, mert nem volt élelem. Ahogy a háború ment a 9 kerület felé, és utána hát Budára, úgy mentünk utána, és füstölgött még az épület, amikor már a sertésvágóhidot a konzervgyárba bementünk, és az élelmet megszereztük. Természetesen nagyobb fiúk segítségével. Ezt az előbb említettem, hogy ezek olyan nagyobb fiúk voltak, hogy az ifjúsági meg kölyök szinte játszottak csapatba. És engem is, mint akkori ügyes gyereket levittek, de még nem igazoltak le, meg mondták, gyere, Vicsike, majd 2 év múlva, mert még annyira fiatal voltam. Hát gyakorlatilag minden napom, aztán később is megmaradtunk ennél a Grunnál, csak hát kicsit nagyobb nevek voltak ott, a Puskás öcsitől kezdve a Budaiig, a Bozsik Józsik, a feleségét ott ismerte meg.